Több mint 70 ezer ügy érkezett 2017-ben a Nyíregyházi Törvényszékre és az illetékessége alá tartozó bíróságokra. Ez az országos összérték valamivel több mint 5 a Az ügyek közel 50 a digitálisan érkezett a törvényszékhez, ezért is volt fontos az a digitális minimum program, amelyet a dolgozók digitális felkészültségének mérése érdekében indítottak 2017-ben. Köszöntöm a stúdióban Nyako Zsuzsannát, a Nyíregyházi Törvényszék elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan kell értelmezni ezt a több mint 70 ezer, vagy, vagyis mint egy 77 ezer ügyet az elmúlt évekhez viszonyítva, ez emelkedő, vagy csökkenő, vagy stagnáló tendenciát mutat? Mondjuk ez 2016 vagy 15-ös év, évekhez képest ez egy minimális csökkenést jelent, de az összes országos érkezés, mint ahogy a felvezetésben is elhangzott, 5,6%-a érkezett hozzánk. A, a befejezés is ezt követte, mondjuk ami még fontos számadat, hogy több ügyet fejeztünk be 2017 évben is, mint, mint ahogy amennyi érkezett, tehát mint egy ezer ügy, ugye, kevesebb maradt nálunk folyamatban, az ö, tartozik még ide, hogy ez, a, ez az össz szám arány, vagy szám számmennyiség, ez nem csak a peres, hanem a nem peres ügyeket is jelenti. Tehát peres ügyek lehetnek, büntetőügy, polgári ügyvállás, ilyesmi. A nem peres ügyeknek ö, nagyon nagy száma van a megyében. Tehát például nem peres ügy a szabásértés ügyeknek egy nagy része. Vagy ha valaki végrehajtást kér valamilyen határozat alapján vagy például nem peres ügyek nálunk a cégekkel kapcsolatos bejegyzési határozat, vagy törlés, vagy felszámolási eljárás. Hogyan alakul ezeknek az aránya az évekre visszamenően? Csökken, vagy, vagy növekszik a peres ügyek aránya? Hát ezen az összmennyiségen belül most 2017 év végén volt egy érdekes, ebből a szempontból érdekes jelenség. Hát azt már többször beszéltünk erről, ügyfeleket tájékoztattuk is, hogy egy új polgári perrentartás lépett hatályba 2018. január 1-ével, illetve egy új közigazgatási perrentartás. Ezt azért az ügyfelek, jogi képviselők már előre tudva, 2017 év végén, még a régi eljárási szabályok alapján nagyobb számú polgári pert nyújtottak be, és 2018 első negyedévében ehhez képest egy lassuló érkezés van. Ez szigorodtak a szabályok, tehát mondjuk most 2017-ről beszélünk, és hogyha úgy van, ha lesz még érkezés, akkor 18-ról is mondanék néhány gondolatot. Tehát ez volt megfigyelhető, hogy 2017 végén azért több ügyet nyújtottak be, amelyik ügyek már úgy álltak, peres ügyet. A nem peres ügyek közül, amiben nekünk a nagyon nagy érkezésünk van, ez a szabásértés. Ugye ez a kísértékű lopás, közlekedéssel összefüggő szabásértés, tehát mondjuk ezek képviselnek ezen ügyeken belül nagyobb számot. A peres ügyek között mik a legjellemzőbb ügytípusok, mi a leggyakoribb? Hát, hogyha szétbontjuk, ugye vannak a civilisztikai, illetve a büntető ügyeink. A büntető ügyek között ugye ez a vagyon elleni bűncselekmények, tehát a lopás, rablás, ezek amelyek a legjellemzőbbek. A büntető ügyek közül van néhány olyan ügyfajta, ami általában vagy nagyon nagy részt csak nálunk fordul elő, ami az a határral összefüggő. Tehát ugye itt embercsempészet, vagy pedig főleg nálunk jellemző ez a cigaretta csempészet. A polgári vagy civilisztikai ügyek közül hát a egyik része vagy a nagyobb része az a vállás vagy a családdal összefüggő ügyek, illetve elég sok kártérítés, illetőleg szerződésből eredő ügyünk van a megyében. Voltak-e különösen nagy figyelmet igénylő perek vagy akár a nyilvánosság számára nagyon érdekes ügyek 2017-ben? Úgy általában a jogkereső közönséget, illetve a médiatisztelt képviselőit a büntetőügyek érdeklik nagyobb részben. Ez biztos onnan is ered, hogy ezért a bírósági eljárásnak, a bíróságok ítéletének van egy olyan szerepe is, hogy visszatartó hatása legyen arra, hogyha valaki valamit elkövet, akkor azért milyen büntetést lehet kapni. Ugye az közérdeklődésre számoltat, hogyha valaki közismert személyi közszereplő, vagy pedig valami egyéb ok miatt közismert személy az érintett, illetőleg előfordul olyan, ami mondjuk már nem büntető ügyhöz kapcsolódó, amikor ilyen valakinek a szolgálati viszonyával összefüggő munkajogi, Per van folyamatban, vagy mondjuk érdekelhette a, köz, a közvéleményt, vagy érdekelheti, hogyha kisajátításokról van szó, mondjuk például közigazgatási eljárásban, hiszen az sok embert érint, illetőleg, hát hogyha valami beruházás ettől függ, akkor ez természetes, hogy a beruházót is érdekli, hogy az mikor fog befejeződni, a bíróság hogyan dönt. Mennyire húzódnak el a, a peres eljárási ügyek, mennyire tudott rövidülni ez a, az ügyintézési szakasz. azt gondolom, hogy ugye aki mondjuk egy eljárás résztvevője, annak egy ö, ö, ügy, hogyha egy éven vagy két éven túl fejeződik be, akkor az is nagyon hosszú idő, vagy hosszú időnek tűnik. Ez természetes, hogy mindenki azt szeretné, hogy ma kezdem így ezek egy eljárást, és holnap már legyen is döntés. A bírósági eljárásnak a specialitása, hogy első fokon is befejeződhetnek ügyek. Nálunk az ügyeknek a ö, nagy része első fokon, 90 körül jogerősen befejeződik. Tehát ez mondjuk azt mutatja, hogy a, az állampolgárok elfogadják nagyon nagy részben a mi döntéseinket, nagyon nagy a társadalmi elfogadottsága a bírósági döntéseknek. Azért van egy ö, kisebb része, amelyik egy éven túl, illetve két éven túl fejeződik be. Ö, itt ennek többfajta oka is lehet, tehát kereshető itt a, az eljárás ö, vitelében, az ügyfelek magatartásában, hosszú szakértői bizonyítás szükséges, nagyon bonyolult ö, megítélésű az ügy, Többfajta program volt az elmúlt években, ez 2017-ben is folytatódott. Itt az Országos Bírósági Hivatal elnöke már 2015-ben is hirdetett egy programot a hosszú ügyeknek a befejezésére, ez 16-17-ben is folytatódott. 2017-ben is sikerült csökkenteni a 2016 évhez képest ezeknek a hosszabb pertartalmú ügyeknek az arányát. Ami nagyon fontos még ugye a hogy uh, amit viszont megfellebbeznek a, a felek, hogy ott a másodfokú bíróság hogyan dönt, tehát, mi ezt így szoktuk megfogalmazni, az ítéletek minősége. Milyen? Itt uh, a, akár amik, amit helyben hagy a másodfokú bíróság, akár ami megváltoztatásra kerül, de mégiscsak... Uh, Másodfokon is jogerőre emelkedik, tehát be van fejezve az ügy. Vannak olyan járásbíróságaink, ahol ez a két kategória 90%-ot is meghaladja. Tehát nagyon eredményesen dolgoznak a kollégák, azt nem annyira szeretik se az ügyfelek, semmi, hogyha egy, egy döntést hatályon kívül helyez a jogorvoslati bíróság, tehát akár a törvényszék, akár az ítélőtábla, ez is, ha minimálisan is, de előfordul. Itt különböző oka van annak is, hogy miért dönt így a jogorvoslati bíróság. Ezek az ügyek egyébként kiemeltek nálunk, és tehát nagyon nagy figyelmet fordítunk erre. Sikerült-e a digitalizációs programot véghez vinni, lezárni, és milyen eredménnyel? A 2017 évben már az összes civilisztikai, tehát polgári és ehhez kapcsolódó eljárásban a peres eljárásokban a elektronikus eljárás volt a fő eljárási mód. Ez a digitalizáció folytatódott 2018. január 1 a büntető eljárásban, illetőleg a nem peres ügyekben is. Azért technikával dolgozni, informatikai eszközökkel vagy informatikai programmal dolgozni, az nekünk sem olyan könnyű. Képeztük a bírákat és alkalmazottakat is. Ez a digitális minimum program, amit, amit saját magunk szerveztünk, a saját kollégáinknak, ez arra vonatkozott, illetve azt szerette volna elérni, hogy mindenki könnyebben használja ezeket az eszközöket, illetőleg programokat, az már 2017 elején, illetve azt megelőzően is lehetősége volt az ügyfeleknek, hogy kapjanak elektronikus úton értesítést, e-mailbe, SMS-be, érkezette fellebbezés szakértői vélemény, tehát ezen az úton már tovább indultunk 2017-ben, illetve ez folytatódik 2018-ban is. Nyakos Zsuzsannak köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm az érdeklődést.